Szeretettel köszöntöm nézőinket. A mai Párosan Szépnek három vendége van. Először is egy csodálatos művésznőt, Nárai Erikát köszöntöm nagyon sok szeretettel. Másodikként Szakcsi Lakatos Bélát, aki a szokásos szerelésében, sapkában és némileg napszemüvegben van. Nem ismernek meg. Na jó. Ez olyan, mintha mást levetkőztetnék, hogyha azt kérném, hogy vedd le a napszemüvegedet. Hát volt olyan, hogy tévébe bementem, a Magyar TV-be, és mondták, hogy vedd fel a sapkádat. És utoljára, harmadikként, de nem utolsó sorban, nagyon sok szeretettel köszöntöm Böhm Györgyöt, aki ugye rendező és dramaturg, de számomra bölcsészként is nyilvánvalóan tartja, hiszen az 5-ös órán tudományegyetemen végzett bölcsészként. Amiért ma most itt összegyűltünk, ez akár egyfajta ilyen társulati ülés is lehetne, hiszen azért ezt a három embert választottam így együtt vendégként, mert nemrég mutatta be a József Attila Színház a Cigánykerék című darabot, aminek ugye a zeneszerzője az Szakcsi Lakatos Béla. Béla, lelkes közreműködést kérünk tőled. Tisztelettel gratulálunk a Kossuth díjhoz. Örülünk annak, hogy itt vagy. Persze, meg kell szólalnod többször. Majd hát a kérdezőt teszünk. Okay. Jó. Aztán, látod, most már előre mondtalak egyébként. Aztán Nárai Erika, aki a főszereplője ennek a darabnak, az egyik főszereplője, és Böhm György, aki a rendezője ennek a darabnak, amit ugye hosszú évek után vettetek elő a Fiókból, hogyha jól tudom. Hány éve nem volt színpadon ez a darab? Hát nem, Pesten. Mert Egerben ment 2010-ben, igen. Én pedig 20 évvel ezelőtt voltam, 92-ben, 22 éve, amikor a Budapesti Kamaraszínházban játszottuk, akkor a dramaturgja voltam a darabnak. Amúgy Pécsen mutatták be. 84-ben. Igen, az 35 éve. Igen. A darab címe az, hogy Cigánykerék, ugye a zeneszerzője. Ezt voltaképpen mit mondjunk, ezt Böhm Györgyöt kérdezem, hogy akkor most szerinted mit mondjunk erre, hogy musical, vagy pedig... Ez musical. Ez igazi, ugye, mert varázslatos. Nehogy elszúrja, mert félek nem, a Bélától. Ez egy igazi varázslatos musical. Ebben egyetértünk, hogy varázslatos, nem, és akkor a musical is. Nem. És akkor még annyit tegyünk hozzá, ugye, hogy Csemer Géza, aki ezt a darabot írta, ugye, aki már sajnos nincs köztünk, aki egy jeles színpadi dramaturg is volt, rendezett is darabokat, és hát szerzőként is jeleskedett. A mai napig a Habiszti című könyve ott van a polcomon. Ővele te jó barátságban voltál egyébként? Jó barátságban voltam, mert mikor megírta a C-betűsök című darabját, akkor ő zeneszerzőt keresett rá, lehetőleg cigán származásút, és én a Lakatos Menyhérttel voltam jóba, és a Menyhért ajánlott engemet, mint zeneszerző. Nekem fogalmam sem volt a színházról, és az az érdekes, hogy a sors iróniája. Ez 80... 75. 75 volt? Igen. Tehát 74-ben. Mert én, mikor gyereknek elvittek az operetszínházba szüleim, akkor meg a tévében láttam ilyesmit, azt mondtam, ja, jó, hogy prózáznak, meg nagyon élvezem, de miért énekelnek? És aztán megint beszélnek. Mondtam ezt, mit tudom én, 10 éves koromban, vagy 11 éves koromban. És hát a Gézától sokat tanultam, és akkor megírtuk, nem a C betűsök, hanem a Piros Karaván lett a nevenek, a első cigány műzikelnek, és hát... Hát ami azóta is fergeteges siker. Nem tudtam, hogy az ember nem tudja, hogy van egy kis színpadi érzékes, mint zeneszerző, ilyen színpadi zenés dolgokat. Ez most már beigazolódott, hogy van hozzá tehetségem. Ugyanakkor én egy olyan ember vagyok, hogy szeretnének, mit tudom én, besorolni, mint jazzzongorista, de hát én nem csak jazzzongorista vagyok, hanem nagyon sok mindent csinálok, úgyhogy... Tehát tiltakozol az ellen, hogy valami elvont művészként apostrofálnak téged? Nem szeretem, hogyha besorolnak valahová. Vannak embereket, akiket be lehet sorolni, van, akiket nem lehet besorolni. Tehát, és te az utóbbi vagy. Én így születtem, mert én 20 éves koromban, 23 éves koromban Rolling Stones, Kings-t hallgattam. A Tűzmadarat az Igortól, a Stravinsky-tól. Mit tudom én? Az Igortól ez nagyon tetszik. és elektronikus modern zenéket,
és a John Coltrane, meg a jazz, meg a szóval én már ilyen voltam fiatal koromban, tehát én... És nem azt hittem, hogy nem... a tűzmadarat az Emerson Lake & Palmert mondta, nem, az van, annak vannak ilyen orosz felgondolásáim. De nem, hát olyan... Tehát az original. Nem Mortadella, például én írok egy musicalt, egy zenés darabot, akkor egyáltalán nem gondolkodom abba, hogy én progresszív zenét csinálok, hanem én akkor a szituációra koncentrálok, és olyan darabot igyekszem írni, ami az abba stimmel. Böhm György műsorvezető társamat is köszöntöm. Te mit szólsz ez, Gyuri, hogy azt mondja, hogy ha írok egy muzikát, úgy mondja, mint hogyha arról beszélne, hogy na, amikor fogat mosok. Jó, hát akkor besegítek neked, mint műsorvezető. Úgyhogy a Bélával én háromszor dolgoztam, de már nem úgy többször dolgoztunk, csak három mű létrejöttében volt munkám vele. Az egyik a Bestia volt, utána jött ugye a Cigánykerék, amiben dramaturg voltam, és utána jött a Szent Iváni Jálom, amiben szintén ilyen picit írótás, picit dramaturg és mindenféle még. És most a Cigánykerékben rendezőként dolgoztam a zenéjével, és hát vele. Na végre Erika is hadd jusson szóhoz, de az Erika úgy fog szóhoz jutni, hogy előbb a Gyurit megkérdezem, hogy jött elő neked az Erika, mert ugye korábban a Szépség és a Szörnyetekben én nagyon szépnek tartom őt, és ugye amikor hallottam, hogy szerepel a Szépség és a Szörnyetekben, én azt hittem, hogy ő lesz majd a Szépség. Most gyerekem ehhez képest. Volt ezzel. Igen. Csak még pici volt és elfogult az anyjával. Ma már nem ezt mondaná, de a szörnyeteget mondaná, de annak idején, mikor még 4-5 éves volt és bemutattuk a darabot, akkor hazamentem. Ja, és mondta, igen. És kérdeztem tőle, vagy mondtam neki, hogy is képzeld el, hogy lesz a Szépség és a Szörnyetek. És édesen rám nézett, és azt mondta, és te leszel a Szépség. És mondtam, gyere ide, vagy üljelek meg. Nem a mami, nem a Szépség lesz, hanem a Kanna mama. A tejás Kanna, igen. De enyém lett az Oscar díjas dal. Aha. Lehet, hogy nem én voltam a Szépség, de enyém volt a Oscar díjas gyönyörű Beauty and the Beast. Na szóval az a lényeg, hogy a rendező úrtól kérdezem, hogy a Teás Kannát most áthozta egy ilyen sztárművésznő szerepbe, hogy ez evidencia volt? Szóval te így az Erikával ennyire, mint a Bélával szorosan együtt gondolkodsz? Hát nem igazán szeretem, amiket ő csinál, azért is dolgozom vele. Tehát írtam is neki már szerepet a Szép nyári nap című musicalben, Neoto musicalben, ott a Rúzsikát játsza. Valamitől elment az eszem, akkor játszott a Bernard Alba, a Háza című... Hello Again. A Hello Again, tehát nagyon sokat dolgoztunk együtt. Azt akartam, csak nem tudtam megszerezni, hogy tudod, vannak a fülorgégészeknek ezek a tükrei, meg ilyen mindenféle műszere, hogy akartam idehozni és kitenni, és hogy mondom, belenézek a torkába, mert itt valami gyémánt van, hát hihetetlen, szóval... Igen, néha ez, igen, én is azt hittem, hogy gyémánt és nem hangszál. Csak ne, figyelj, csak ne fényezzük túl, mert aztán akkor nem fog tudni megszólalni. Dehogy is kiskezi csókolom, az én drága jó édesapám a Trallala Géza volt, az Isten nyugtassa. Én a Trallala Kálmánka vagyok, de itt mindenki csak Spenótnak hív! Hát te meg a sült húsé, az apád jó voltából 56-ban az egész ház lopott zöld borsót zabált. Fintak is, mint a gépágyuk a barikádokban. Hát tudok én rólatok mindent, adjá innom! Ti is tudjatok meg én rólam mindent. Nyugodj meg, Miréna. Én nagyon megszerettelek. Én is nagyon megszerettelek. Kurva. Hát mindig is haza akartam jönni. Én a múltat nem fogadtam, úgy, ahogy volt, elfogadtam. Nem vitáztam, sikert néztem, színes kristály gömbben éltem. Gyűlt a kétség, hol a hazám, idegenben ki a babám. Messze, távol, hol van, akit gyökér nélkül ért fáj a szív. És csak lassan világosodott meg előttem, hogy haza kell jönnöm. Álom, tört egy álom, hogy újra látom a házam utcát, parkot, hol álltam, csodákra vártam, ahonnan messze, oly nagyon messze ment.
Na, hogy jutottam eszedbe? Nem tudom. Nem tudod. Nem tudom. Ez olyan jó, hogy ti megcsináljátok, komolyan mondom, és akkor én így figyelek, és olyan jó benneteket figyelni. Persze, mi abszolút nyugodtan, mint minden. Én megmondom őszintén, hogy sosem... Azért mondd el a szerepet, hogy ugye itt ja, Miréna Lók. Hogy... Miréna Lók, aki egy Miréna amerikai... Lakatos Mariska. Aki egy, igen, tehát egy roma egy cigány asszony, származású aki, asszony. Hát akkor még fiatalként elmegy, kihurcolja az édesanyja Amerikába 56-ban. Kint marad, csinál egyfajta karriert, ami szerintem itthonról nagy fényesebbnek és szebbnek tűnik, mint amilyen az ott valójában volt. De, de a hangja is olyan az Erikának, hogy elájulok tőle, ezt csak úgy zárójelben mondom, és figyelek, igen. És aztán most már zavarba jövök, hogy egyébként nehezen szoktak tudni zavarbozni, de hogy... Szóval, hogy hazajön az ő kis 8. kerületébe, és visszamegy azokra a helyekre, ahol ő fölnőtt, és ahonnan elment tulajdonképpen, ugye mindig az, visszaszökik. De miért megy vissza? Miért jön haza? Filmet csinálnak. Filmet, hát látod, igen, tehát jaj, filmet csinálnak jaj, vele, és nem de igazából nem érdekli őt ez a film Nem mondtad el a darabot, Gyuri. Nem olvasta el. Nem, ez... Igazából nem érdekli őt ez az egész filmforgatás, sokkal jobban érdekli az, hogy honnan ment el, és állandóan elszökik erről a filmforgatásra, és visszamegy. Egyre jobban érdekli. És hát visszamegy az ő gyerekkori helyszíneit, végigjárja, és ott jobban érzi magát. Pasizgat is. Pasizgat is időnként. Jó dolgom van, mert csupa jó csávó vesz és nem is tudom, hogy flitteres vagy tükrös az első ruha, amiben megjelensz, hogy így egész végig így, mint amikor egy ilyen diszkógömb forog olyan, igen, teljesen olyan. Nekem az nagyon tetszik, ugye, hogy van, amikor ilyen cigányul beszélnek, hogy hát figyelj már, Géza, hogy van ez a dolog, és nem így beszélnek. Akkor én öngyilkos lennék. Igen, és ez, na, nem, ez így, a... nem így, de ugyanakkor egy picit ilyen akcentussal nem beszél az egyik. Nem is az akcentussal, én magam nem az akcentusra törekedtem, hanem hanem van egy... Dögösen, vagy nem tudom, hogy mit lehet mondani. Vannak ide bizonyos gesztusok, van egy... Tehát nem úgy beszélsz, mint ahogy most beszélsz. Ezt nem, nyilván nem. Igen. Egy picit lassabban beszélek, és van egy testtartásom is, amit kitaláltam erre. Azt mindenképpen el akartuk kerülni, hogy nem, ez a legyen, szó, ez a, nem, ez igen, a rossz szó, buta romázás. Tehát ez egy ócska kabaré dolog. Nem. Igen, igen, azért mondom, de hogy nagyon jó. De ugyanakkor pedig hát nyilván egészen azon mi megküzdöttünk nagyon, hogy megtaláljuk a hangszínt, hogy ne hogy mert ő nagyon szeret engem bántani, és hogy ne a szinkron hangomon beszéljek. Tehát, hogy ne az X-aktában mindig, hogy ez a Scully... Ezt most Kali meg a szép nők, igen, meg az Obi-ból. Meg az Obi-ból a nem tudom, igen, tehát hogy ne ez a hangszín legyen, hanem egy kicsit más, de mégis én legyek. Ez jó. De... Meg tulajdonképpen te hiába vagy cigány származású a darabban, azért mégis kicsit kell viszonyulnod hozzájuk, és szép lassan egyre jobban jössz vissza. Igen. Erre is figyeltem, nem az elején, hanem egy kicsit már, amikor ott van közöttük régebb óta, akkor jönnek elő sokkal inkább ezek a romás gesztusok, de mert azért ő mégiscsak egy cigánylány, tehát amikor például amikor beszekszik, akkor azért sokkal ott azért intenzívebb az egész. Ugye van egy lényege, amit végig beszéltünk a darabnál, hogy ugye amitől... hogyha már mindenképpen azt akarjuk, hogy ez cigánykerék, hogy hangosak. Tehát az a lényege, attól cigány, hogy így beszél, és akkor majd, hanem az, hogy hangos, mindenki hangos. Így van. Most a hangmérnök a kardjába dél, a hangmérnök hölgyigen figyelek. Meg hát megmondom őszintén, hogy... nagyon jó táncol, de amit ő nincs koreográfia, saját maga, most másodszor láttam az darabot, nagyon tetszik, ahogy olyan ízlésesen táncol. Amikor a napkeletről napnyugat felé na, mindenhol, ahol mozog, az nagyon jó. Ezt most egy kis vízválaszol, iszom egy kor vizet. Én egyszer láttam, egy dokumentumfilm volt, és kimentek egy elég rossz környékre, ahol, hát amit ilyen putrinak szoktak nevezni, egy kislány táncolt. És megkérdezte tőle a riporter, hogy éli meg ezt az egészet, és elkezdett, és még élek nem felejtem el, ilyen szélesen mosolygott a kislány, és ezt mondta, tehát hogy élném meg? Hát, csak úgy. Csak így, ennyi. Nem kell sok. És ez van, igen, ennyi. Abba csodálatos pillanat. Igen, ennyi. Béla, megkérdezted, hogy cigányozunk-e majd a műsorban, és én mondtam, hogy igen. Hogy mondjam erről a darabról még, igen, hogy ezt a darabot, ezt én meséltem el a Gézának. Csemetnek. Tényleg? Mert hát most akartam a második felvonásban dicsérni hát a Gézát, hogy milyen zseniális. Hogy tulajdonképpen ő azért egy szegedi gyerek,
ott nőtt fel. A Géza? Igen, aha. És én meséltem neki a 8 kerületről. Aha. Például a színésznőt meséltem az Eva Six-ről. Aha. Az Eva Six egy cigánylány volt, aki kiment Amerikába, és ilyen egy-két mondatos szerep, amikor a Frank uh-huh. Sinatra-val is játszott, uh-huh. de két mondatos szerep, és hát nem, neki nem sikerült, mint színésznő, és egyszer a Pege Aladár vette el feleségül, ezek négyen voltak, a Babos Gyulának az anyja, meg az Eva Six, meg akit a Pege Aladár elvett, ezek nagyon szép lányok voltak, és az esküvőjére a Pegének hazajött, ott a templomba, és megérkezett ez az Eva Six, egy gyönyörű nagy fehér vicces bérelt kocsit, és egy ilyen szőke, nagy csókorszal, ilyen Mary Monroe, ilyen porzalmas, jó nézett ki, és erről meséltem a Gézának. Hát tudod, az írók azért úgy összerakják, és akkor meséltem a 8 kerületről. Is visszament egy kicsit, úgy beesett egy picit a múltjába, vagy ő nem? Ezt már a Géza... Hát persze, hogy a múltjába, persze, hogy behámed cigány, tehát cigány származású, de maga az ötlet, hogy ez a tulajdonképpen a Mátyás tér 12, a Mátyás tér és Dankó utca, és Szerdai utca, és Homok utca, és ez a Teleki tér, ez a környék. Itt Dankó térnek hívják, igen, ugye, igen, mert hogy a Dankót ismerjük, az azért, igen, azért de, Dankó is. De nagyban ezeket én meséltem el. Legalább akkor még két ember, tehát összesen három ismert ember története van, mert egy kicsit a festő, az nem tudom, én nekem a Szent Andrási Pista jutott eszembe. Hát nem tudom, hát... Nem, ő azért eredetileg, amikor ez... Legalábbis az ő képei voltak az ott. Az most egyébként. Igen, de eredetileg Péli... Péli. Ja, igen, mert a Péli volt az, igen, voltak. Aki, mert a Pista, a Szent Andrási az ilyen... A Pélinek a tanítványa volt. Hanem állami gondozásban nevelkedett. Pélinek volt a legjobb tanítványa. Ő meghalt a Péli, igen. Sajnos. Erről én meséltem neki, és ezt nagyon jó megírta. A Csemernek nagyon jó író volt, és... Nagyon jó hangulatot tudott írni, nagyon jók a hangulata. És kicsit az volt a hibája, hogy minden darabban több főhős volt. Uh-huh. Ez volt, igen, az egyetlen hiba. Hát most is a legalább 3-4 azért. Hát négy van. Igen. Hát a boxoló, ugye? Igen, a festő, a Miréna, igen. És a homoszex. Igen, a Lönci. A Lönci, igen, a meleg, igen. Egy kicsit, hát és a öt, és a Judit. Judit, igen. A magyar lány. Öt sors megy, a Kanta a Zöld Csaba, Kanta a boxoló, aki, igen, a börtönből kijön, akkor Zakariás a festő, igen, ő Nagy Dániel Viktor, Miréna Lok, maga Édes Erikám. Nára Erika. Édes Erikám, jó Isten, egy kicsit elfogult a rendező. A Lönci, a Csöves, a Fila Balázs. A Lönci, aki egy meleg fiú, igen, aki igen, ilyen... nem mondjuk el, hogy mi történik vele, mert nem, ne is mondjuk, de igen, ne is mondj ilyet. Judit a tanítónő, pedig Szinetár Dóra. Igen, az aki, ugye, magyar, ugye ezt magyar. Aki ugye ezt a cigányfestőt szereti, ezt a roma, igen, festőt. Igen. Na, ne haragudjatok, most muszáj, Béla, muszáj cigányoznunk egy pillanatra, mert igen, egyszerűen muszáj ezen túlesnem. Tehát persze, a múltkor vendégem volt itt az Olá Gergő, az LL Junior, és a Varga Guszti, a Kályi Ágos alapítvány is, meg az együttes, meg stb. Na most az volt, hát éppen itt viccelődtünk is a Juniorral, meg a Gergővel, hogy itt ledoktorálunk már ezekből a történeti dolgokból. Szóba került ez, hogy most cigány vagy roma, mire az LL Junior pontosan ezt a dolgot mondta, hogy hát azt mondja már, nehogy már azt mondjuk a cigánykerékre, hogy roma fordulat. Tehát, hogy ő azt mondja, hogy ez a cigány rendben van. Gergő is azt mondta, hogy ezt ő modorosnak érzi, mire a Guszti kifejtette, hogy hát tulajdonképpen itt arról van szó, hogy egy népcsoportnak az elnevezése, és ez a népcsoport, ez valahol Isztambul környékén volt csak, tehát hogy ez nem helyes. Remélem, hogy jól emlékszem a városra, tehát hogy ez nem helyes, mert ez csak egy szűkebb értelmet ad, és hogy a roma az a helyes, stb. Most ti mégis folyamatosan azt mondjátok, és hát te is, hogy cigány. Na most arról te, a Kossuth Díjas művész, légy szíves, mondjál nekem valamit erről. Hát az őszintén engem nem érdekel. Azért nem érdekel. De a szó használat, hát hogy már? Mert mit tudom. Na, de most én azt mondom, hogy cigány. A roma az egy kicsit finomabb használatú, mert a cigányt azt már úgy lejáratták itthon. Igen, tehát jobb igen, az. Meg a németek találták ki ezt a cigány szót, én, igen, azt hiszem. De cigonyner. A
finomabb a roma, de hát teljesen mindegy, mert senki nem tudja, hogy pontosan honnan jöttek, úgyhogy ezt senki nem tudja. Kimentem Indiába is, és legnagyobb meglepetésemre ott is vándorolnak, nem romák, hanem rengeteg népcsoport vándorol. Mondjuk abban menjünk vissza Indiában. Ott a cigányok nem tartoznak, ugye egy kasztrendszer van Indiában, és nem tartoznak a cigányok a kaszthoz. Egyetlen kasztrendszerhez se tartoznak, éppen ezért ők nyugodtan élnek, mert egy igaz, hogy a Kai, vagy milyen isten van ottan? Kai. Isten van, azt ők egy istent imádnak, nem többet, érdekes módon. És mivel kaszton kívül van, azt csinálnak, amit akarnak. Tehát ha lopnak, ha kereskednek, így kereskednek. Tehát nincsenek az indiai törvények alatt. Tehát, hogy nincsenek megbélyegzett kaszban se, hanem egyszerűen kaszton kívül. Azért mondom el, most mindegy, hogy honnan jöttek, biztos, hogy Indiából jöttek, de ez az egy főismertető jele. Hogy ők is vándoroltak ott, és hogy nem tartoztak a kasztrendszerhez. Mert a többi vándornépek azért csak tartoznak a kasztrendszerhez, és ők nem tartoztak a kasztrendszerhez. És innen fel lehet ismerni őket, mert Európába se tartoztak, és nem is tartoznak sehová, mert ők szeretnek vándorolni, tehát itt azért van baj, hogy a lakásokba be akarják dugni őket, meg mit tudom én, milyen rendszerbe akarják foglalni őket. Hát lehet, hogy a 21. században ez már úgy megváltozik, és mégis majd történni fog velük valami, de tulajdonképpen szabad emberek, nem szeretnek tartozni sehová. De itt ma már nincs vándorlás, tehát itt már teljesen más a helyzet, tehát tulajdonképpen... Hát talán az a baj, például a szintó cigányoknak sokkal könnyebb, mert nagy lakókocsikkal vándorolnak, ugye? Nem Magyarországon, például és azért kereskednek, meg Franciaországon. Cigányok legalább olyan jó kereskedők, mint a zsidó emberek, tehát... Ha ezt nem engedik, akkor baj van. Öt napban volt itt egy zeneszerző, egy zongos, de szapád, a tralala géz. Az Isten nyugtassa, drága jó édesapád. Hát annak volt egy nagy sláger. A húzra a gézda! Nézzen az, mert ilyen tényleg rólunk szól. Hoppá! Észel, neked az idő más, az, hogy a földön itt vagy velünk egy jövő állomás. Hey! Húzzá Géza, lelked rajta, a lelked, a lelked, a lelked rajta. Húzzá Géza, a szíved vagy, a bánat, a bánat, a bánat vagy. Együtt megyünk és jóha nekünk, hol a fönn áll a bán. Az íve fent is énekelünk és dupla gázi áll. Nincsen parton, itt nincsen, itt nincsen, itt nincsen parton. Húzd rá Géza, hisz nincs már rangom el, ott, ami régen az utca sarkon. Az egyik fizet, a másik lihet, a dolog egy heves. Mert a hiszter ez a francba mehet, és újra adhat be. Húzd rá Géza, sittes rózsát, a régit, a szépet, a sittes húzat. Húzd rá Géza, nyisd ki a szájad, és mondjad, és mondjad, és ki a bájad. Megváltozni miért nem merek, miért jár a szám? Anyámat is sírva teszem, miért nem nyugszom már? Nekem ez a darab azért tetszik, és most másodszor is láttam, és nagyon meghatott a darab vége, főleg a második rész.
rendezés, a színészek nagyon jól játszanak, a Erika, a Bokszóla, a festőművész, mindegyik fantasztikusan játszanak, és azt mondtam neked is, hogy azért fantasztikus ez a darab, mert hogyha most már cigányokról van szó, hogyha innen kimegy a közönség, és csak egy mondat marad a fejükbe, aztán lehet, hogy kiszáll, de egy ideig ott benn van, hogy ezek is emberek. Igen. Tehát ez a lényeg, hogy ezek is érző emberek, és a nagy mondani valója a darabnak, hogy az nem úgy van, hogy ők nem akarnak. Uh-huh. Ugye nagyon kevés százalék van, kb. 25 százalék, 30, aki nem akar semmit, és nagyon rossz vérűek, de a többiek akarnak, és főleg a fiatalok ma. De szeretnének, és nem tudnak kitörni, és nem tudnak jönni, és ez a darab arról szól, hogy akarnak jönni, de mégse sikerül nekünk. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, és hogyha ezt megérti a magyar közönség, hogy azért ők akarnak, és itt látni, úgy van megrendezve a darab, úgy van eljátszva, hogy látni, pozitívan látni, hogy ezek akarnak, és nem megy. Örökölték a szegénységet, az éhséget és a dühöt. Sose szoknak le róla. Nem utolsó sorban hozzárakom, hogy erről nem egyedül ők tehetnek, hanem a magyarok is. Illetve nem a magyarok tehetnek egyedül, hanem ők is tehetnek róla. Tehát az, hogy mondjuk azt, hogy legyen elég, álljon meg a cigánykerék, ebben benne van, hogy mind a két népcsoportnak kell tenni azért, hogy sikerüljön valami. Ezt lehet, hogy a kamera nem látta, de közben nem csak csillogott a szemed, hanem egy kicsit fátyolos is lett, és ez érdekes, hogy amikor az előadás után mondtad nekem, akkor is ilyen érzelemmel telítettem, mondtad. Furcsa, hogy az ember nem is gondol erre, hogy ez mennyire központi kérdés lehet egy ilyen művésznek. Igen, én mostanában azt szoktam mondani, hogy akkor lesz Magyarországon, és ebben a térségben, a Kárpát-medencében igazán meg lesz oldva ez a probléma, hogyha olyan emberek jönnek majd ki, legyen az, persze a kultúrában, és már van jelen, popénekesek, színészek, zenészek, sportolók, nagyon híresek legyenek, akik külföldön is szereznek dicsőséget, és akkor a magyar emberek azt mondják, ugyanaz, mint a feketék kint Amerikában. Tehát, hogy büszkék, tehát akkor elfogadják, hogy ez a népcsoport magyarok, és ezek a mi nemzetünknek büszkeséget hoztak, hát büszkék lehetünk rájuk, mert olyan sikereket értek el, és hogyha ez meg fog történni, és azért nem szeretem azt, hogy csak akkor cigányozzák le a cigányokat, mikor lopnak, meg börtönbe kerülnek. De én nagyon szívesen kiküldenék már egyszer az európai, ez a zenei fesztivál, most nem tudom, hogy hívják hirtelen, ahol Eurovízióba kiküldenék egy Radics Gigit, vagy egy cigánylányt, és ezt az úgy küldenem ki, hogy magyar cigánylány. És akkor ott nyerne valamit bármelyik helyen. Tehát az, hogy ha valaki sikeres, akkor nem úgy azt mondják, hogy na ez egy cigány, és ez milyen. Azt már nem cigányozzák annyira, pedig kéne. Most az lehet, hogy az a hiba, hogy az illetők se akarják nagyon, hogy cigányozzák őket, de persze élsportolók, meg ezek mind fel kéne hozni, és,
És akkor hát előjön... vagy Kossuth Díjas zeneszerző. Igen. Előjönnének jó. Azok, tudod hány cigány van, aki ezredes, százados, ügyvéd, orvos, igen. Nem mernek előjönni. Hát zseniális mert... orvosok vannak például, igen, mert külföldön nem, jegyzett Amerikában. Nem mernek igen, előjönni, nem merik bevallani, mert az még nem egy... Hogy a praxisukat rontaná, vagy... Igen, nem ott tart ez az ország, hogy a magyarok erre büszkék lennének. Még mindig csak arról van szó, hogy hányan vannak a börtönben, sokan vannak, igaz. De hogy csak a rosszat halljuk róluk, és közben azért nem így van. Most a Béla itt jól elutaztatott bennünket egy más hát ez planétára. A darab erről szól. Túl azon, hogy ez egy cigánykerék, és alapjában tényleg erről az egész történet, tehát a cigányokról szól, de mégsem, tehát ez nem a cigányokról szól ez az előadás ilyen értelemben. Ez arról szól, hogy emberek hogy tudnak együtt, hogy kellene tudniuk együtt élni, vagy hogy tudnak-e együtt élni. Most az, hogy cigányok vagy nem cigányok, ez már csak egy dolog az előadás szempontjából, de pont ezért nem cigányozunk egyébként, mert nem ez az érdekes a történetben, hogy ők cigányok vagy nem cigányok, hanem hogy tudnak-e emberek, akik máshonnan jönnek, más kultúrából érkeznek, tudnak-e együtt lenni, tudnak-e együtt élni, tudnak-e tovább lépni, tudnak egymásnak segíteni, mert azt kell megértenünk, és ebben abszolút csatlakozom, hogy ha nem értjük meg, mondjuk mi, mondjuk így magyarok, bár én ezt furcsán mondom ezt, mert hiszen hát mindenki emberek. Magyar emberek, igen, tehát mondjuk akkor nem cigány emberek, azt mondjuk, hogy bennünket ez nem érdekel, ez nem egy hozzáállás. Ez hiába én nem vagyok cigánylány úgy egyébként, attól engem, én emellett nem mehetek el szó nélkül, hát mi így vagyunk, ez az ország, így olyan, amilyen, ahány félék vagyunk. És ha én tudok segíteni, mert én adott esetben nekem van arra lehetőségem, hogy tudjak segíteni, akkor nekem kutya kötelességem, és ezt kellene megérteniük az embereknek. És ha csak előadásonként egy ember megy ki tényleg úgy, így van. Hogy rájön, hogy már megérte. Tehát, hogyha ő rájön arra, hogy én a lányomnak szoktam mondani, aki rendkívül jó körülmények között él, és most nem az anyagi körülményeket értem ez alatt, hanem hogy eljut színházba, koncertre, utazik, nyelveket beszél, jó iskolába jár, tarara, mindig elszoktam neki, szép kislány, tiszta, ápolt, van mit ennie, így értem a jó körülményeket. Neki kell segítenie annak, akinek nincs, és nem fordítva. Tehát az elő nem fordulhat, hogy ő megjegyzést tegyen, és én azt szó nélkül hagyjam, hogy egy kislánynak nem olyan a ruházata, vagy nem olyat teszik. Vagy nem. Tehát, hogy mindig azt szoktam neki mondani, a te dolgod az, hogyha véletlenül valaki bántana is egy ilyen kislányt, és most tök mindegy, hogy cigány vagy nem cigány, akkor neked dolgod, mert te megteheted, hogy odamész, és azt mondod, hogy mi a probléma? Neked kell ezeket a helyzet, mert te tudod kezelni. Az a kislány, aki rossz körülmények közül érkezik, és nincsenek meg az eszközei, a lehetősége, de az mit tud tenni? Tehát nekünk kell, akik mondjuk adott esetben jobb helyzetben vagyunk, lefelé nyúlni. Ők hiába nyúlnak lentről fölfelé, ha nincs egy kéz, amelyik megfogja az övéket. Ugyanakkor azért nagyon érdekes a te szereped, mert nekem legalábbis azt sugallta, hogy az ember az identitete, belezavarodok, nem így kellett volna mondani, ugye? Tehát, hogy az ember az önazonosságát ugye nem vetheti le, mint egy kabátot, szóval de nem is kell, az mindig vele lényeg. Marad. Igen, ezért igen, nem szeretem, amikor nem lehet, bocsánat, nem lehet cigányozni, zsidózni, és még sorolhat, de miért ne lehetne? Tehát, hogy ez nem feltétlenül pejoratív. Tehát igen, ebben igen. Ez a szörnyű, hogy már ilyen félve mondjuk, cigánylány, vagy hogy zsidók, vagy miért ne lehetne megkérdezni, hogy ti zsidók vagytok, de nem azért, mert utána én ezt arra akarom használni, hogy bántsalak, hanem mert érdekel, hogy ti másképp tartjátok az ünnepeket, hogy ti másképp, élitek adott esetben az életeteket, tőlem is meg lehet kérdezni, hogy neked mi a vallásod, és én bárkinek elmondom, hogy római katolikusok vagyunk, ebben semmi. Ez persze, nem egy billó. Ráadásul ezek a népcsoportok, ugye, akik itt voltak, vagy itt vannak, hát akkor abszolút magyarok, a zsidók és a cigányok. Hát mi például a cigányok a Rákóczi szabadságharcban részt vettek, a 48-as márciusi forradalomban részt vettek, az 56-ban nagyon sok cigány gyerek harcolt. Tehát akkor most miről beszélünk? Így van, és
És ugyanúgy a zsidók is. Hát most mit? Műsorvezető társam, légy szíves, aktivizáld magad, jó? Mert itt, én nagyon jól el vagyok. Én éppen ezt akarom, mint ájultam, figyeljük őket, ugye? De, nagyon jó ez teljesen jó. Hát nekem épp elég volt, amikor rendeznem kellett, meg kellett csinálnom ezt a darabot. Semmilyen, én nekem csak az volt fontos, hogy valami olyan előadás szülessen ebből, egy olyan minőségű előadás, ahol valóban úgy mennek majd ki az emberek, hogy húha, ez azért tényleg így van. És ráadásul, amikor a legvégén ugye a Matild, aki ugye a legszörnyű... Fehér Anna, ezt mondjuk, hogy csodálatos. Ja, Fehér Anna, ugye, Fehér Anna egy öreg asszonyt játszik, ez igen. A szép aranyos nő, egy öreg asszonyt játszik. A nagynényét a igen. Mirénának, és egy tolókocsiba béna, egy cigány, és a legkiszolgáltatottabb ember tulajdonképpen számomra a darabba, és a végén ott hagyják egyedül, megy a finálé, senki nem foglalkozik, és ő megpróbál ugye kikászálódni, elindul. Ki mászik, ki esik a tolószékből, és elindul a közönség felé. Nincs benne a darabba, és ezt a Gyuri barátom találta ki, hogy ez az asszony, a végszó az, hogy bekiabál, mivel te leesett a földre, ugye két értelme van, hogy segítség. Valóban még tolószékben van a cigányság Magyarországon, és ha kiesik, akkor még jobban segítségre szorul. Tehát ez a segítség, ez egyáltalán nem erőszakos, vagy valami direkt, vagy valami ellen van, mert valóban nem politikai, hanem bármelyik politikai hatalom jön, nekünk segítségre van szükségünk. Ez nagyon-nagyon érdekes, ugye megbeszéltük itt a stúdió előtt, hogy akkor most mindenkit szeretném, hogyha egy kicsit ugye felvezetné, hogy ki mit csinál, ki mit szeret, ki mire büszke, stb. Családi háttér egyebek, és akkor mindannyian ilyen elfogultan a darabról, meg erről a, hát ha úgy tetszik, küldetés. Ugye ez neked nem csak egy darab megrendezése volt, ugye Gyuri, hanem ez egy küldetés is tulajdonképpen. Igen, tulajdonképpen igen, de azért ez egy munka közben, bocsánat, én ezt közben azért... Szakma is. Szakma. Szóval én nekem azért az a mániám, hogy ez egy profi szakmai tudást igényel, és ez egy szakma. Az egy másik dolog, hogy természetesen, ugye amikor megtudtam fél évvel ezelőtt, fölkért Nemcsák Károly, a színház igazgatója, hogy rendezze meg ezt a darabot, de egyrészt tulajdonképpen földhöz vertem a fenekemet, mert annyira boldog voltam, és attól kezdve csak ezzel foglalkoztam. Csak ezzel a darabbal éltem, csak ezzel gondolkodtam, keltem, aludtam, mindenfélét, és hát egyszer, és tudtam, hogy én nem szoktam előre elhatározni, hogy majd ez lesz, meg az lesz, hanem közben, hogy alakul a színészek segítségével, mert hogy ugye azért az egész rendezés. Hát remek, bocsáss meg, hogy mondom, szóval remek színész csapat van, szóval egyszerűen ugye, mert itt így a színházaknál vannak ilyen, hogy ez a nagy színház, az a nagy színház, de egy nagyon-nagyon-nagyon remek színész csapat van. Van egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Én azt úgy gondolom, hogy a rendezésnek egy része az, hogy szeretni kell a színészeket. Figyelni kell őket, szeretni kell őket, és akkor sokkal könnyebb, sokkal hitelesebben meg lehet csinálni a dolgokat. Hogy rendez a Bőmúl? Hát engem másképp, mint bárkit. Igen, ez így van. Tehát én azért vagyok neki nagyon hálás, mert ő tudja, hogy én milyen vagyok, és ezért engem hagy az elején. Tehát nagyon sok olyan rendezővel dolgoztam, akik egy picit bepánikolnak. Hát azt nem csodálom. Azt se tudom, hogy hol vagyok. Tehát nekem nincs térlátásom, és ha nekem egy rendező azt mondja, hogy itt majd forog a nem tudom én, mi ott bejössz jobbról, és aztán kimész, akkor én ott állok, ő följön, megfogja a kezem. De ez orvosilag? Tehát nem, nekem nincs térlátásom. Tehát én nem, tehát van valamennyi, de úgy tudsz itt ebben a épületben, én kimegyek, 100-ból 100-szor indulok el az ellenkező irányba. Tehát egyszerűen, amit én nem ismerek terepet, de még amit ismerek is. Tehát én a saját lakásomba eltévedek. Tehát én ezt nem látom, tehát én ájultan nézem például a gyerekemet, akinek van, és mondjuk amikor egy ilyen matematikai feladatot megold, amiből egyébként én remek vagyok matekból, de ott is, amikor gúlának a ne... Szóval én nem foghatom meg, nem látom, akkor nincs. Tehát én csak úgy tudom, ha megfoghatom, lejárhatom a színpadon. Ő följön, megfogja a kezem, mondja, pillanat, időt kérek,
végigvezet, itt jössz majd be, itt. Onnantól kezdve én rögzítem, ahogy a szöveg is, tehát én először, mint egy nagyon rossz amatőr, úgy mondom, az első 5 próbán. Mert keres, de inkább 10. Keresem a hangot. Igen, láttad? De, akkor ezek szerint elég jó a térlátásod, mert így végre emelte a szemét. Hogy, és aztán egyszer csak valami, megtalálom a fonalat, és akkor azon már így fölhúzom magam a tetejéig, jó esetben, de én az elején, én nem az a vagyok, aki elolvassa a szövegkönyvet a olvasópróbán, és akkor a többiek fölhördülnek, hogy wow, mekkora színész van, azt mondja, ez mit keres itt? Tehát, hogy, de ez egy a pályán, de ez egy típus, és ő ezt tudja, és én ezért nagyon hálás vagyok, hogy soha nincs addig konfliktus, amire nincs értelme, hogy az legyen, de egyébként hadd szakítsam meg ezt a történetet, muszáj egy vallomást elmondanom. Ezelőtt közel 30 évvel volt egy műsor az Önjelölt, amit én megnyertem. És ott, már akkor Önjelölt volt. Igen, ezt a Vitrai Tamás vezette. 18 éves voltam. Nem volt élőadás még semmi. Tehát fölvették áprilisban, és leadták októberben. És én tovább kerültem a selejtezőkből a döntőbe. Énekeltél? Igen. Jó részt énekeltem, illetve elmondtam egy John Lennon verset. És mentem Szentesre a Horváth Mihály gimnáziumba, és én mondtam, hogy hát a Gyarmati Pista kísért engem, és mondta az énektanárom, jaj, ezt a hülyeséget, majd dehogy fog téged a Gyarmati Pistát, ő nemet, kicsi vagy még ahhoz, hogy a Gyarmati Pista, de mondom, tényleg ő kísért, és a döntőre én azt hittem, hogy majd megint a Gyarmati Pista lesz, és én beléptem a stúdióba, és ott ült Szakcsi Lakatos Béla, ott ült a Jávori, és nem tudom, ki volt Jávori Vili, a dob. Igen, és nem tudom, hogy ki volt, arra már nem emlékszem, hogy ki volt a Bőgős. Igen. És hát én azt tudom, hogy hol vagyok, nem hogy a Gyarmat, tehát itt ül, hát szóval hogy kész voltam teljesen. És két görsvindalt énekeltem, és hát én nem tudtam még akkor, hogy mi az, hogy jazz, meg semmi, és azt a Béla bácsi így csinált nekem, vagy mutatta, és én nem tudtam, hogy az azt jelenti, hogy most ő szólózni szeretne. És valószínűleg én vagyok a világon az egyetlen, aki nem hagyta Szakcsi Lakatos Bélát szólózni, mert én csak láttam, hogy ő mutogat, hogy így csinál, de nem érted, miért mutogat az zongora mögött, és én énekeltem tovább. És mikor visszanéztem utólag, akkor láttam, hogy Jézusom, úgyhogy én közel 30 éve szerettem volna bocsánatot kérni, hogy nem hagyta szólózni. De megnyertük a versenyt. A Gyarmati Pistát, ha már említetted, egy mondatot szeretnék mondani, hogy beszélgettünk valami miatt, ugye mi azért a száruljuk el, hogy ugye szomszédok voltunk a Belgrád rakparton a Bélával, és mondtam a Gyarmatinak, hogy valami miatt a Béláról beszéltünk, és hogy mekkora művész meg nem ír, a Gyarmati azt mondja, hogy az semmi, de hogy a felesége milyen csirkepörköt csinál, azt próbáld meg bejátszani. Na most én a Bélánál kieszközöltem ezt. Azért ott a családban azért a neje azért elég komoly szavazati joggal rendelkezik, és egyszer kidumáltam, hogy majd lesz egy pörkölt, hát azóta sincs, de látod, hogy én szeretettel látlak itt a műsorban. Tudod, mi volt a nagy poén, mikor a Szent Iványnak volt a szegedi bemutatója, és utána összejöttünk, és akkor a Miklós, a szinetár, és akkor jöttek, hogy gratulál, és a Keró, ugye, a Keró rendezte, és akkor ott állunk, és gratulálok, meg minden, és akkor oda megy a Keróhoz, és gratulálok, nagyon tetszik a darab. Azt mondja, lecsót már ettél a Béláit? A Keró hirtelen nem vágott le. Azt amíg nem ettem. Nekem volt szerencsém a kisebbik Szakcsi Lakatossal is játszani, és próbáltunk náluk ott a bizonyos nagy szép lakásban, és mentem, és én akkor láttam életemben először olyat, hogy egy szendvics az nem úgy van, hogy két kenyér között van a rántott hús, hanem a két rántott hús között van a kenyér. Tényleg József. Nagyon jól főz, Kati. Most már unja. De téged nem un, az a lényeg. Hát mi nagyon szép házasságban élünk. Hány éve vagytok ti házasok? Mi most a 48 éve volt. Jézusom! 48 éve, és én mikor a Katiba, a feleségembe szerelmes lettem, akkor ő 11 éves volt,
kis cigánylány volt, és én voltam 14. És hát akkor olyan erkölcsi világ volt, olyan erkölcsösek voltak az emberek, hogy én tőle több évig, 3-4 évig nem is a kezét se fogtam meg. Csak oda mentem az iskola elé, megvártam, megpuszítottam az arcát, és rohantam el, nehogy agyon üssem. Gyermekáldással kapcsolatos beszámolókat is szeretnék hallani. Nekem két fiam van. Tudom, de aki remekül zongorázik, mind a kettő, igen? Mind a kettő remekül zongorázik. Mind a kettő remekül zongorázik, soha nem tanítottam őket, mert mindig mondják, hogy a zenészek, hogy milyen szerencsések, hogy ők nekik könnyebb volt. Nem volt könnyebb. Én soha nem tanítottam őket. Akkor ezért van szükségem a társműsor vezetőre, ugye, mert a felkészületlenségem, én azt tudtam, hogy a Bélának két fia van, de azt hittem, hogy mindig ugyanarról van szó, mert ez, hogy dicsérik, hogy milyen jól zongorázik a kis szakcsi, ezek szerint mind a két szakcsi. Mind a két kis szakcsi. Mind a két kis szakcsi jól zongorázik. Igen. Nagyon jól zongoráznak. Erika? Nekem csak egy lányom van, és csatlakozom hozzá, egy nagyon, nagyon nehéz dolga van ezzel a zenéléssel kapcsolatban, ugye nálunk is majd mindenki muzsikus a családban, és nem jó ez neki. Tehát látom, hogy leül a zongorához, 5 éves kora óta zongorázik, már minden lehetséges úton, módon megpróbáltam megkönnyíteni a helyzetét, hogy de akkor is az a vége, ha én tanítom valamire, ha nem, én nem a zongorára, hanem mondjuk ilyen zeneelméletben segítek neki, vagy valami, előbb-utóbb én ordítok és tépem a hajam. Tehát ez a vége, tehát nincs egyszerűen, mert nem bírom ki, most például már a legutolsó verzió az, hogy a Berdis Tomi nevű csodálatos dobos barátom tanítja zongorázni, aki egyébként remekül zongorázik, egy ilyen komplex órát kap a Kamilla, zenetörténet, egy kis zongorázás, egy kis ritmus, egy kis kottaírás, nem tudom. A Tominak nagyon jó humora van, ez sokat segít, de tényleg úgy van, hogy a saját gyerekét az ember ne tanítsa, és nagyon nehéz dolga van, hogy hülyezen összekel. De hogyha pálya felé akar menni, akkor nem. Nem akar ő, de nem. Normális. Normális. Hál' Istennek nem akar. Szoktam, mikor zenész kollégák mondják, hogy te képzeld el, 2 éves a fiam, vagy a lányom, és tudod, meg a zenét hall, akkor már itt táncol, meg énekel. Hallom, mondom. Szerintem. Rossz előjel. Igen. Volt egy pillanat, amikor mi is megijedtünk. Kamillát 6 évesen fölkérték, hogy angolul énekeljen bele egy dalba. Inkább ilyen ritmizáljon, mondja, és mert egy gyerekhang kellett. És kimentünk a stúdióba, és annyira ügyes volt, hogy még ott a helyszínen írtak bele neki, és akkor egy kicsit kétségbe estünk az apukájával. A Kamillának azért a vezeték nevét áruld el, mert... Úgy hívják, hogy Bergendi Kamilla, és hát az ő apukája is, nem csak a nagypapája, hanem az apukája is zenész, és hát akkor a Pistivel egymásra néztünk, és akkor mi is megijedtünk, mert annyira ügyes volt, olyan jól ritmi, olyan igazi jól oda tette, hogy nem kellett vágni, nem tudom, és így egymásra néztünk, és azt mondtuk, Istenem, bebuktuk. De hál' Istennek egyelőre úgy tűnik, hogy az csak egy kilengés volt 6 éves korban, és azóta nem szeretne se énekelni, se táncolni, se. Egyébként nem, hogy mi tanítjuk, vagy nem tanítjuk a gyermekeinket, senki. Szóval az a jó, hogyha, ezt már mi most tudjuk, mind a hárman, tehát tanulni valamit igazából senkitől nem lehet. Útmutatást tudunk kapni, hogy ne menjünk, mit tudom én, félre, és 5 évet elpazaroljunk az életünkben, de tulajdonképpen itt megmondhatjuk mind a hárman, hogy tanulni senkitől mi nekünk kell. Hát lehet tanulni, de mi nekünk kell tanulni. Tanítani senki nem tud minket megtanítani. Nem hagynak szóhoz jutni. De én figyelem őket teljesen, nekem ez a dolgom, hogy én abból élek. Te is áruljál valamit. Annyi, hogy én a húgom gyermekét, Nórikát is tápolom, nekem nincs saját, viszont van még mindig, hála Istennek, egy 91 éves édesanyám, ő, hála Isten, még 100-as, tehát nincs vele semmi baj, hát kicsit nehezen megy, de hát Istenet, 91 éves. És hát füge. Ja, és hát van füge kutya a menhelyről, és ő... Nagy sanszod van a hosszú életre. Várja, egy-ketten imádok élni, úgyhogy ennek megmondom őszintén, hogy örülök. A Béla is egy ikon, meg a Gyuri is azért egy nagyon nagy művész és ikon tulajdonképpen már bőven. Most téged azért nem említelek, ugye, mert mit fiatal? Most próbálom, hogy egy platformon legyünk, de hogy szóval ez annyira jól esik, hogy ilyen közvetlenül aranyosan beszélgetnek, nem játsszák meg az eszüket. Nem is tudom, hogy ezt ilyenkor mit kéne mondanom. Segíts!
Engem ez azért nem lep meg, mert én megmondom őszintén, hogy ha én nekem az a tapasztalatom, hogy az igazán komoly nagyművészek, azok mindig sallangmentesek és normálisak. Tehát, hogy a hisztéria, amiről a civilek azt gondolják, hogy mi milyenek vagyunk, az mindig a középszer sajátja. És az igazán nagy művészektől mindig azt tapasztalom, hogy egyrészt mindig kérdőjellel érnek saját maguk tehetségével kapcsolatban, még akkor is, ha tisztában vannak azzal, hogy ők valakik. Meg haladnak mindig és előre, van, hát van igen, terv. Igen, én egyébként hallottam már csinálni. Rendezőt egyébként, most nem akarom azt mondani, hogy esetleg említettük is, aki ilyen végigordított 2 órát mindenkivel, és úgy féltem, majd meg is ugdossa őket. Viszont Isten őriz. Az egy olyan stílus, ami vannak emberek, akiknek az a sajátja, de ez az ő problémájuk. Tehát én most már mondhatom közel az 50-hez, hogy... Ezt nem mondjad ilyen gyakran, hát ne viccelj, gyerek vagy még, és itt teljesen... Nem nézel ki. Köszönöm, annyi szép, fiatal, 20 év, 20-30 éves lány van. Hát én nem bolondultam meg, hogy velük akarok majd itt konkurálni. Én a velem egykorúakkal szeretnék, azok között akarok jól kinézni, és én azt szeretem, azt mondják, hogy milyen jól néz ki. Ez egy igazi... Mondjuk 30-asnak. De még ha 40-esnek mondanak, azzal sincsen semmi baj. Uh-huh. De nem ment el az eszem, hogy 20 évesnek akarjak kinézni. Egy fontos dolog nem hangzott el, hogy nyugodtan, kedvesen rendez a direktor úr? A bőr röhögve. Nagyon, ő viccesen, és nem, vele egy probléma van. Nagyon szereti a színészeket, nagyon, nagyon a tenyerén hord bennünket, és pont ez a baj időnként. Tehát, hogy ő meg nem tud konfrontálódni, mert nem szeret. Uh-huh. És nem azért járunk színházba. Igen, de nem azért megyünk bepróbálni. De időnként igenis kellene, hogy egy kicsit erőszakosabb legyél, vagy az asztalra tudj csapni. Ez nem lenne baj, ha ez a sajátod lenne, de közben meg pont azért szeretjük, mert nem ilyen. De ha hozzászólhatok, szóval hozzászólhatok, igen. Nem láttam a rendezést, meg a próbákat, egyáltalán nem mentem egy próbára se. De a darabból sugárzik az, hogy a színészek, itt főleg a második felvonásban, tehát olyan komoly drámai szerepeket játszanak, ami hihetetlen, és azért ezt nem lehet egy rendezőnek úgy csinálni, biztos. Hogy vagdossa őket, meg minden, hanem egy rendezőnek ki kell várni, és meg kell értetni velük, hogy ilyennek kell lenni. És ha megértik, akkor olyanok lesznek. Ezt nem lehet megrendezni. Ez elmondhatod neki, hogy csinálják. Meg lehet fogni. Igen, igen. Lehet szeretni, türelemmel. Rendező akarok lenni. De ordítással egy ilyen drámát nem lehet megcsinálni. Ordítás. Nem. Lehetetlen. Egyetlen egy kérdésem van. Béla, ezt akartad? Tehát amit most látunk a József Attila színpadon? Én ezt akartam. Színpadán? Én láttam ugye az első eladást, ahol elég híres színészek, nem a reklám helye, elég híres színészek játszották Pécset, és nagyon nagy sikere volt. A gondolod, 18 előadást játszottak egy hónapban, egy vidéki színház. És 3 évig ment a darabhoz. A színház emberek tudják, hogy az mit jelent, és minden előadáson nagyon nagy siker volt. De nekem, meg a József Attila, meg Egerbe, de nekem ez az előadás az, most akkor nem mondanám, hallgatnák róla, nekem ez az előadás az, ami tökéletesen megfelel. Úgy az, színészileg, amit te megálmodtál. Úgy színészileg, úgy rendezésben, mindenben, én nem tudok jobbat elképzelni. És a Gyurinak azért az is számít, hogy Egemet is régen ismer, és a Csemert is nagyon jól ismerte, tehát ez az azért még hozzátesz egy... Tehát ő nem úgy berobbant ebbe a darabba, hanem ezt nagyon jól ismerte. Még mielőtt befejezzük és megköszönném ezt a nagyon kedves vendégeskedést, egy főhajtást azért én a Csemer Géza előtt így lélekben megteszek, mert Isten nyugosztalja Gézát, és tényleg sokkal nagyobb művész volt a Géza, mint ahogy az neki úgy apostrofálva lett, vagy ahogy azt, hogy is mondjam, publikálva lett az ő életében. Sajnos egy hibája volt, hogy nem tudott kommunikálni, nagyon erőszakos volt, és csak az övét.
Hát a Vámossal, amikor a Piros Karavánt, de gyorsan elmondom, Piros Karavánt megcsinálta a Vámos, hát a Vámos volt a legnagyobb rendező, azt tudjuk. És elvállalta, és fantasztikus volt, és a Géza örjöngött. Olyan sötétség van, hogy ezt nem lehet elviselni, mit csinál ez az ember, tönkreteszi a darabomat, meg még kirohant, berohant, aztán jobban lettek. Ő megrendezte Szlovákiába egy kis városba, elmentem megnézni. Te mondom, Géza, egy botorkálnak az ember. Sokkal sötétebb van, mint a Vámosnak. Nem lehet másképp, nem lehet másképp. Szívtem cigarettát. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen kedves, tiszteletteljes társaságot, társulatot láthattam vendégül, és megköszönöm a kedves nézők figyelmét is, mivel lejárt az időnk. Viszontlátásra!